Ez az egyik kedvencem Gessler Mária Kossuth díjas kerámikus művész munkái közül, akinek gyakorlatilag az összes munkáját felhozhatnám, de most választanom kellett egyet. Ez az Esős éjjel című kép, amit 2017-ben készített. Gyakorlatilag az egész munkássága emblematikus és teljesen meghatározó a magyar kerámikus művészetben. Megkerülhetetlen, fontosságú alkotó, de nem is akarja szerintem senki megkerülni, mert mérhetetlenül sokat lehet tanulni tőle. Egy fantasztikusan tehetséges alkotó és egy fantasztikus ember. Elképesztően finom munkákról van szó, finom, feminin, de nagyon-nagyon erőteljes, tehát művészeti értelemben nagyon-nagyon erőteljes alkotásokról van szó, bármelyikről is beszéljünk. Ezt a tárgyat azért választottam, mert ennek a színkombinációja nagyon közel áll hozzám. Ezek a kobaltkékek és a fehér porcelán, egy kis matt arany, gyönyörű, klasszikus összetétel ez. Amit azért el kell mondanom Gessler Máriáról, amit nem kell őt bemutatni szerintem mindenki, aki kerámiával foglalkozik, és tágabb értelemben művészet fogyasztók is jól ismerik őt és a munkásságát, hogy neki egy teljesen saját technikája van. Tehát ő kifejlesztette hosszú évek során egy olyan grafikai eljárást, amit átültetett egy klasszikus grafikai eljárást kerámia felületekre. Tehát teljesen egyedi, amit csinál. És azért ezt nagyon kevés emberről mondhatjuk el, hogy képes volt kifejleszteni valami teljesen egyedi dolgot. Ehhez jön hozzá ez a nagyon-nagyon érdekes, ahogy már mondtam, nagyon finom formaképzése és anyaghasználata. Azért is nagyon aktuális, hogy ezt a tárgyat mutatom, mert Gessler Mária idén töltötte be 80. életévét, és azért ez egy nagyon fontos dolog, nem csak neki, hanem nekünk is, a stúdiónak, mert azt is tudni kell, hogy ő a stúdió most már 42. életéve után is az egész, a stúdió egész életében nagyon aktívan részt vett. Tehát nekünk van a legnagyobb gyűjteményünk tőle, és két hónapja volt itt egy kiállítása, pont ezt az alkalmat ünneplő kiállítása, ahol be tudtunk mutatni egy nagyon gazdag válogatást abból, hogy hogyan is fejlesztette ki ő ezt az egész technikát, hogyan jutott el a korai tárgyaiból ez egészen nagyon-nagyon érett Gessler Mária stílusig, amit most mi annak nevezünk. Úgyhogy ez egy nagyon kedves tárgy számomra.